Már nagyon régen szerettem volna foglalkozni ezzel a témával, és végre eljött az idő, úgyhogy ebben a sorozatban meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit a 10 parancsolatról megtudunk, megvizsgáljuk külön-külön minden egyes parancsolatot, és megnézzük azt, hogy ki lehet-e deríteni többet egy alaposabb kutatás során, mint ami a felszínen értelmezhető, és amit a legtöbb ember általában gondol a 10 parancsolatról. Úgyhogy ez a sorozat erről fog szólni, és remélem, hogy mindenki legalább annyira hasznosnak fogja találni, mint amennyire számomra az volt. Mindaz az információ, amelyet e videó sorozat elkészítése során összegyűjtöttem. Elérkeztünk a 9. parancsolathoz, ez pedig Debarim 5 Mózes 5-ös fejezet 20-as vers így szól: és ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, míg, ha megnézzük, 2. Mózes 20-as fejezet Semot 20, 16, ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ez lesz a 9. parancsola. Kezdjük azzal, hogy megvizsgáljuk, hogy mi is az a szó hamis ebben a versben, és amennyiben megtesszük, eljutunk a héber szóig. Strong's H8267 Sheker. Sheker. Sheker, ami egy főnév, a jelentése pedig egy hazugság, vagy hazudni, bármi, ami hamis, vagy pedig hazugság, hamis dolog, hamisan. És elsősorban az írás úgy használja, mint egy hazugság, megtévesztés, vagy pedig bármi, ami nem igaz, illetve csalódás. Ezen kívül hiába való vagy hiába valóságot is jelent, a Strong's szótár szerint pedig bármi, ami nem igaz, az shaker szóval fejezi ki, megtévesztést, hazugságot, és a hiába valóságot szintén ez a szó jelenti. A Héber Kádosi lexikon hazugságot, illetve bármi, ami megtéveszt, vagy hiába való, illetve valamilyen csalás, az mind ezzel a szóval fejezi ki. Seker. A szó töve pedig nem más, mint Strong's H8266 Shaker. Shaker. Shaker, ami egy ige, és annyit tesz, mint hogy hazudni, vagy csalni, vagy pedig elbukni, és csalást jelent maga a szó töve, bármi, ami nem igaz, vagy pedig hazugság. Héber Káldeusi lexikon ezt erősíti meg, hazudni, ennyit tesz ez a szó. Vagy pedig megtéveszteni valakit. Shaker szó, ha megnézzük piktografikusan, akkor a sin, kuf és egy res karakterekből áll. A sin ugye a két első fogat jelenti, a fogat, ami ugye általában annyit tesz, hogy elpusztítani valamit, és vágni, vagy pedig szúrni. A kuf jelentése fény, vagy idő, vagy pedig általában az ünnepeknek a körforgása, vagy kör, de általában a fény használatos, és a nap a horizonton a jele, valamint a res, ugye erről már volt szó, az egy fejet ábrázol, és az ember gondolatait jelenti elsősorban, vagy pedig a vezetőt. Ha összerakjuk, akkor látjuk azt, hogy a Shin Kuf res annyit tesz, mint hogy az ember gondolatai elpusztítják a fényt, hiszen hamisan gondolkodik, csal, hazudik, bármi hiába valóságot cselekszi, így elpusztítják azok a gondolatok a fényt. Ez lehet az egyik értelmezési formája. A fele barátról már korábban volt szó, de nézzük meg, hogy mi is ez a fele barát. Valójában nem más, mint a héber szó. Strong's H7453, Reye, Reye. Rea, ami egy főnév, és annyit tesz, mint szomszéd, vagy barát, vagy valaki másik, egy más ember. Egyébként barátként, társként,
vagy pedig bármi más emberként fordítja, illetve használja a Tanakh, és az eredeti jelentése az egy társat jelent, vagy pedig testvért, illetve barátot. A héber kádeusi lexikon ugyanerről számol be, hiszen azt mondja, hogy társ, vagy pedig barát elsősorban, vagy pedig egy közelebbi társ, egy szerető, vagy bármely más személy. Érdekes módon a szó töve az a héber szó. Strong's H 7462, Ra'a, Ra'a. Ra'a, ami egy ige, és annyit tesz, hogy etetni valamit, vagy pedig juhászkodni, mint a juhásznak, amit csinál juhász, az a fajta tevékenység, vagy pedig a pásztor, illetve terelni a nyájat, őrizni, vagy társ, de elsősorban etetni, illetve pásztorként funkcionálni, ezt jelenti a szónak a töve, és ezt is így is használja az írás, mint legelni, etetni, vagy pedig gondoskodni valakiről, valamiről, általában természetesen állatokról van szó. De érdekes az, hogy a szó jelentése a Strong's szótár szerint az ellátni a nyájat, illetve legeltetni, vagy pedig ugye gondoskodni az állatokról, általában pedig így használja az írás. Valamint ezen kívül még jelenti azt is, hogy társnak lenni, illetve valakivel együtt lenni, felfalni, megenni valamit, vagy pedig etetni, de használatos barátként, vagy barátságként is. A héber kádosi lexikon pedig etetni, legeltetni, gondoskodni a nyájról, ez az elsődleges jelentése, és tulajdonképpen etetni ilyen értelemben használja általában. Érdekes módon, ha valakiben gyönyörködünk, vagy örömünket lejük, az is ez a szó. A Ra'a szó az ugye egy res, illetve egy ayin. A resről volt szó már, az az ember feje, ami a gondolatokat jelképezi, míg az ayin az egy szemet ábrázol, és annyit tesz, hogy figyelni, vagy pedig érteni, tudni valamit. Ez elég egyértelmű, hogy mit jelent ugye res, ayin. Az ember gondolatai állandóan a körül, a dolog körül jár, amit figyel, illetve a gondolataival ébren van, éber, valami ilyesmit jelenthet, ezért ez jelenti a barát szó, hogy állandóan figyel az ember arra, akinek a barátja. Nem véletlen az, hogy a szó töve annyit tesz, mint hogy legeltetni, figyelni, vagy pedig gondoskodni valamiről, hiszen pontosan ezt fejezi ki. Végezetül pedig nézzük meg azt a szót, hogy tanúbizonyság, ami nem más, mint a héber szó. Strong's H 5707, aid. Melynek jelentése szó szerint tanú, illetve így használja az írás, mint tanú. Egyébként a Strong szótár szerint tanút jelent, illetve átvitt értelemben testamentumot, vagy pedig tanúvallomást. A héber káldeusi lexikon pedig tanúként, vagy pedig tanúbizonyságként használja, illetve a harmadik jelentése annyit tesz, mint herceg. Egyébként Strong's H 5749, Oud. Szóból ered maga az éd szó, ami ugye a tanút jelenti, és az úd pedig egy ige, ami annyit tesz, hogy tanúskodni, vagy pedig tüntetni, ellenállni, tanúbizonyságot tenni, bármi, amit felrögzíteni tulajdonképpen. Ilyen értelemben használja az írás, valamint úgy, hogy visszatérni, megismételni, valamit csinálni, vagy valamit újra csinálni. Újra elvégezni, tehát megismételni valamit, ezért tanúbizonyság a szó. Második használata pedig tanúbizonyság, vagy pedig tanúskodni, illetve használja még úgy is, hogy ellenkezni,
vagy pedig ellenállni, tüntetni, figyelmeztetni valakit. A strong szótár úgy használja elsősorban, mint hogy megismételni valamit, vagy pedig lemásolni valamit, illetve ellenállni, vagy pedig tanúbizonyságot tenni. Körülvenni valamit, visszaállítani valamit, és ehhez hasonló. Érdekes az, hogy a Héber Kádási lexikon úgy használja, mint hogy visszafordulni, vagy pedig visszatérni valahova. Illetve átvitt értelemben megismételni, vagy pedig újra csinálni valamit. Újra elmondani, ez a második jelentése, ismételgetni valamit, tanúbizonyságot tenni. Vagy pedig felemelni valakit az ember beszédével, magasztalni valakit. Piktografikusan egy ain alkotja a szót, illetve egy dalet, ami ugye ez ain egy szemet jelképez, ami a látást, azt jelenti, hogy figyelni valamit, nézni valamit, tudni valamit, illetve a dalet, az pedig egy ajtó, ami ugye bejáratot jelent, vagy pedig mozgást. Szóval úgy is értelmezhetjük, hogy az, amit az ember lát, ugye mint egy tanúbizonyság, amit látott, az az ajtó, az a bejárat oda, amit mondani szeretne az igazsághoz. Így az ain, illetve a dalet így értelmezhető, hogy visszaadja azt, amit látott. Hogyha megvizsgáljuk így az egész fejezetet, akkor látjuk azt, hogy a felebarát tulajdonképpen olyas valaki, akire figyel az ember, akiről gondoskodik az ember, ugye ezt jelentette a res, illetve az ain és a rea, akit figyel az ember úgy, mint egy nyáj után, tehát akiért az ember érdeklődik és aggódik, ez nem bárki a világon, hanem egy olyan személy, aki közel áll az emberhez, aki egy csoport tagja, akivel valamilyen közösséget vállal az ember, ezt jelenti a felebarát. A hamis tanúbizonyság pedig ugye azt jelenti, hogy a fényt elrombolja az ember, lerombolja a gondolataival, illetve a tanúbizonyság, amit láttuk, ez vezet be az igazsághoz, vagyis a házba, ez az ajtó, amit az ember lát. Szóval így érdekesebb az a kép, ami az ember elé tárul, ha megvizsgálja ezt. Azonban az alapvető jelentése az, hogy az ember ne hazudjon a fele barátja ellen úgy, hogy másnak kárt okoz, magának pedig jó, és vagy magának jó. Vizsgáljuk meg a szavakat akkor kicsit részletesebben. Bereshit 31-es fejezet 44-től 48-ig egy érdekes jelenet, ami ugye Lábán és Jákob között zajlik, amikor egyességet kötnek, hogy elválnak az útjaik, és két ellentétes területre mennek. Így szól Jákob, most tehát ilyen kössünk szövetséget én meg te, hogy légyen bizonyságul közöttem és közötted bizonyságul ez a szó, ez nem más, mint az éd szó, ami ugye a tanút jelentette, és ez az a bizonyság, amit köt a két fél, és vőn Jákob egy követ, felemeli azt emlékoztató, és mondja Jákob az ő atya fiainak, szedjetek köveket, gyűjtének köveket, csinálának rakást, és evének ott a rakáson. És nevezi azt Lábán Jegár Sahadutának, Jákob pedig nevezi Gahédnek. És mondta vala Lábán, ez a rakás bizonyság ma közöttem és közötted nevezik Gahédnek. Tehát ez a bizonyság a két ember közötti szövetséget jelenti, és ez az, amihez a két ember tartja magát, és megállapodik valamiben, akkor az egy bizonyság, az egy tanú a két ember közötti megállapodásra. Ez maga az a szertartás, amit végeztek, hogy felépítették ezt az emlékoszlopot, a rakást, azon ettek, és ezzel megszentelték azt a szövetséget, és ez a bizonyság a tanú a két ember között. Úgyhogy így talán egyszerűbb lesz megérteni, hogy mit is jelent a hamis tanúbizonyság. Aki megszegi ezt az egyességet a két ember között, ez az egyik verziója lehet ennek. Nézzük, hogyan folytatódik ez a történet. 49-es vers, és Micpának, mivel hogy mondálja, hol legyen vigyázó közöttem és te közötted, mikor egymástól elválunk. Ugye ez a másik neve,
és ennek a jelentése az, hogy a hua a vigyázó, a két ember között, azaz a hua a tanú erre, hogy megkötötték ezt az egyességet, és hogy ehhez tartják magukat. 50. Ha az én lányaimat nyomorgatándod, ez ugye lábán, és ha az én lányaimon kívül több feleséget veindesz, senki sincs ugyan velünk, de meglásd, Elohim bizonyság én közöttem és te közötted. A bizonyság szó itt éd, azaz tanú. Nincsen ott több ember velük, csak ketten, azonban a teremtő lesz a tanú köztük, hogy ők megkötötték ezt az egyességet, és úgy bánik Jákob a lányaival, és úgy viselkedik, ahogyan azt megígéri neki a szövetség alapján és a szövetség szerint. Tehát a teremtő is lehet a tanú erre. És 51. Mondta Lábán Jákobnak, ímé e rakáskő és ímé ez emlékoszlop, melyet raktam én közöttem és te közötted, bizonyság az az éd tanú, legyen e rakáskő, és bizonyság ez az emlékoszlop, hogy sem én nem megyek el a rakáskő mellette hozzád, sem te nem jössz át én hozzám a rakáskő és az emlékoszlop mellett, gonosz végre. Szóval látjuk azt, hogy megállapodtak bizonyos dolgokban, felépítették ezt az oszlopot, a rakást, együtt ettek, és megkötötték ezt a szövetséget, amire ezek a dolgok bizonyság, valamint az, hogy Yahuwah nevét segítségül hívták, hogy Yahuwah legyen vigyázó közöttem és közötted. Tehát a szövetségbe bevonták a teremtőt, ezért nem szegheti meg egyikük sem a szövetség szabályait, hiszen nem csak azok a dolgok, amiket tettek, hanem maga a teremtő is vigyáz arra, hogy ő a vigyázó köztem és közötted, hogy be fogják tartani a szövetségnek a szabályait. Nagyszerű példája annak, hogy mit jelent a tanúbizonyság, vagy pedig a tanúnak mi a feladata. Ebből egyszerűen következtethetünk arra, hogy az ellenkezője az vajon mit is jelent. Nézzük meg, hogy mi is a szabálya annak, hogy valaki tanul lehessen, illetve hogyan működik ez az egész bizonyságtétel. Ez Bamidbar 4 Mózes 35-ös fejezet, 30-as vers. Ha valaki megöl valakit, a tanúk szavára gyilkolják meg a gyilkos, de egy tanú nem lehet elég tanú senki ellen, hogy meghalljon. Szóval a tanú az, aki visszaidézi azt, amit látott, és ugye ahogy láttuk, ez az Ain, amit lát, és a Dalet az ajtó, ez az, amit visszaidéz, az a tanúbizonyság az, ami az igazsághoz vezet azon az ajtón be. Ezt jelenti maga a tanú szó. De egy tanú nem lehet elég, hogy valaki meghalljon. Szóval egy tanú szava nem lehet döntő egy semmiféle ügyben. Azonban 5 Mózes 17, Debarim 17-es fejezet 6-os vers, így szól, két tanú, vagy három tanú szavára halállal lakoljon a halálra való. Egy tanú szavára meg ne halljon. Ez ugye egyezik a 4 Mózesben olvasottakkal. Azonban itt már megjelöli az, hogy két vagy három tanú szavára azonban elítélhetnek bárkit. Szóval egy ember nem találhat ki valamit és állhat elő egyfajta történettel, és az alapján valakit megbüntessenek. Ez nem volt lehetséges. Ugyanezt tanúsítja Deberim 19-es fejezet 15-ös vers. Ne álljon elő egy tanú senki ellen semmiféle hamisság és semmiféle bűn miatt, akármilyen bűnben bűnös valaki, két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog. Tehát összefoglalva, Bamidbar 35, ugye egy tanú nem elég, illetve Deberim 17, két vagy három tanú, ez pedig 5 Mózes 19 összefoglalja, egy tanú nem elegendő, semmilyen bűn, semmilyen hamisság miatt kettő vagy három tanú szavára kell, hogy ítélet szülessen. Ez a szabályrendszer a teremtő törvényei szerint. Ezáltal elkerülhető az, hogy ha valaki haragszik valakire, vagy pedig nyerészkedni szeretne, vagy bármilyen szándékkal, de egyedül előálljon egy történettel, és valaki másnak ártson. Arról nem beszélve, hogy ugye a hamis tanúzást amúgy is tiltja a törvény, de ha valaki mégis így cselekedne, akkor ezt megakadályozza a törvény. Kettőnek vagy háromnak akkor már össze kell beszélnie, és az már egy komolyabb erőfeszítést igényel. 3 Mózes
5, azaz Vaikra 5-ös fejezetben az egyes vers így szó. Ha azzal vétkezik valaki, tehát egy bűnről van szó, hogy hallotta a káromló beszédet, és bizonyság lehetne, hogy látta, vagy tudja, ha meg nem jelenti azt, de hordozza az ő vétségének terhét. Tehát az is bűn, ha valaki tanú lehetne, bizonyság lehetne, ez a szó éd, azaz tanú, bizonyság lehetne, és nem szól semmit, az is bűnnek számít. Nem ugyanúgy, minthogyha részt venne az eseményben. Szóval, ha valaki nem szól, és tudja, hogy bűnt követett el valaki, akkor ő maga is bűnös lesz ezáltal. És gyakorlatilag hamis tanúbizonyságot követ el, hiszen tehetne valamit az igazság érdekében, azonban nem teszi meg. Erre figyelmeztet második Mózes Semot 23-as, csak néhány fejezettel az úgymond 10 parancsolat után, hazug hírt ne hordj, ne fog kezett gonoszszal, és hamis tanú ne légy, ez éd, hamis tanú, ugyanaz a kifejezés, ami a 10 parancsolatban szerepel, újra felhívja a figyelmet arra, hogy hamisan ne tanúskodjon az ember. Érdekes az is, hogy egy kalap alá veszi azzal, ha valaki kezet fog a gonoszszal, illetve azzal, ha valaki hazugságot terjeszt. Szóval mindaz a pletyka és azok a gusztustalan dolgok, amik megy ma a világban, hogy mindenki mindenkinek a háta mögött beszél, gyakorlatilag mindenhol, az parancsolatban meg van tiltva, az épp olyan, mintha valaki hamisan tanúskodna, hiszen árt annak az embernek azzal, hogy terjeszti róla ezeket a dolgokat. A mai világban pedig ez gyakorlatilag járvány szinten terjed, mindenfelé az emberek egymásról beszélnek, ha kell, ha nem egymás háta mögött. A másik dolog pedig az, hogy a gonoszsal semmiféle társ ne legyen az ember. És semmiféle dologban ne vegyen részt, amiben a gonosz részt vesz. Mit jelent a gonosz? Ezekiel, Jehezekiel 18-as fejezet 20-as vers 21-es leírja, ezt erről már rengetegszer volt szó, amely lélek vétkezik, a bűn ugye a törvény megszegése, 1 János 3-4, annak meg kell halni, a fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét. Az igazon legyen az ő igazsága, a gonoszon az ő gonossága, aki vétkezik, az gonosz. Ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, akkor mit kell tennie, melyeket cselekedett és megtartja minden parancsolatimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik élvén éljen és meg ne halljon. Aki gonosztevő, az nem a parancsolatot cselekszi, nem törvény szerint él, és nem igazságot cselekszi, hiszen ez az igazság, a parancsolat, a törvény, az instrukciók, a Torah. A gonosztevő ezek ellenére él. Ha valaki mégis hamisan tanúskodik, Deberim 19-es fejezet így folytatódik, ha valaki ellen gonosz, azaz hamis tanú áll elő, ki a gonosz, az, aki nem a parancsolatok, a törvények szerint él, ezt ugye az előbb olvastuk, hogy pártütéssel vádolja őt, azaz bármiféle dologgal vádolja, ami a törvények ellenére van, akkor álljon az a két ember, akinek ilyen perük van, Jahua elé, a papok és a bírák elé, akik abban az időben lesznek. Mindkét ember, a vádló és a vádlott is Jahua elé kell, hogy járuljon, és a bírák vizsgálják meg jól, és ha hazug tanú lesz a tanú, aki hazugságot szólott az ő atya fia ellen, tehát megvizsgálják az esetet, amennyiben kiderül, hogy valóban hazugságot szólt, úgy cselekedjetek azzal, amit ő szándékozott cselekedni az ő atya fiával. Így tisztíts ki közüled a gonosz. Tehát az lesz a büntetése, ami annak az embernek a büntetése lett volna, akit ő hamisan vádolt. És ezt gonosznak hívja, és ezt ki kell tisztítani a közösségből. Az a büntetése, ami történt volna az atya fiával, akit vádolt azzal, hogy akik megmaradnak, hallják meg, és féljenek, és többször ne cselekedjenek te közötted ilyen gonosz dolgot. Mindazok, amik a dolgok, amiket olvasunk a Tanákban, amire az emberek azt mondják, hogy ószövetség és haszontalan, mindezek a dolgok azért vannak ott, hogy mi tanuljunk belőle. És ne cselekedjük azokat a dolgokat, amelyek történtek már korábban. Ha el lenne törölve, akkor mindezeket a dolgokat cselekedhetnénk. Nincsen semmi eltörölve. Minden azért van ott, hogy mi tanuljunk belőle. Ezért mondja azt, hogy akik megmaradnak, hallják meg, hogy mi történt, és féljenek, és többször ne cselekedjenek te közötted ilyen gonosz dolgot.
Természetesen a ruach hakodes, a Szentlélek velünk van és segít és vezet az úton, azonban az embernek döntéseket kell hoznia ezen az úton. 21-es. Ne nézz rá szánalommal, lelket lélekért, szemet szemért, fogad fogért, kezet kézért, lábad lábért. Azt kapja, amit ő cselekedett volna ezzel az emberrel, akit vádol. Ez a hamis tanúnak a büntetése. Mindannyiunk számára van egy tanú, ami bizonyságot tesz arról, amit cselekszünk, és ez nem más, mint a törvény. A Tora, az instrukciók az, ami tanúbizonyságot tesz mindannyiunk cselekedetéről. Itt van köztünk mindenki, aki ismeri és tudja, hogy ez a teremtő szava, és ennek ellenére cselekszik, későbbiekben vállalnia kell a felelősséget. Erről ír Teberim 5 Mózes 31. Vegyétek egy törvénykönyvet, és tegyétek ezt Jahuának, a ti hatalmasságotoknak szövetség ládája oldalához. És legyen ott ellened bizonyságul. Azért, hogy mindenki tudja, hogy ott a törvény, aki cselekszik, az ez alapján lesz megítélve. Ez a tanú, hogy ez itt lesz. Azért, hogy senkinek ne legyen az a kifogása, hogy én nem hallottam, én nem tudtam erről, és rám nem vonatkozik, én nem hiszek ebben, stb. Ez ott van, és mindenki ellen tanúbizonyság lesz. De nem csak a Tanakh beszél erről, hanem ugyanúgy a megváltó is, hiszen Mati Jahu 24-es fejezet 13-as vers így szól, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Kérdés felmerül, akkor ki üdvözül? Az, aki állhatatos marad, meddig mindvégig. Az az egész életén át kitart. Olyan nincs, hogy valaki azt mondja, hogy én már kegyelmet kaptam, én üdvözültem, én megmenekültem, és engem megmentett, megváltott. Ez alapján, amit ő mond személyesen, Jehusa HaMashiach a megváltó, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Azaz a legvégsőkig kitart, a hitben és a cselekedetei követik azt. A lényeg azonban a 14-es, és Elohim országának ez az evangéliuma, hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Ugyanúgy, ahogy a szövetség ládában ott volt a törvénykönyv, és bizonyság volt az emberek ellen, ugyanúgy az egész világon mindenkinek bizonyság lesz, és utána jöhet el csak a vég, hiszen mindenkinek hallania kell azt, hogy az út a Teremtőhöz vissza, az nem más, mint a jó hír. A jó hír pedig az, hogy mindenki üdvözül, aki kitart a végségig, a törvények szerint és a hitben. Ez az evangélium, ez ami hirdettetik az egész világon, és ez lesz bizonyságú minden népnek. Ugyanúgy, ahogy a kezdetekkor ez volt, ugyanúgy a végén ez, és mindig is ez volt. Az instrukciók, a Tora az, ami tanúbizonyságú szolgál ellenünk, és megítéltetik majd az ember cselekedete ez alapján. És hogy honnan tudjuk, hogy ez az evangélium, amit a megváltó mondott, ez a törvény, onnan, hogy elmondja a Hukkanon 12-es fejezet 47-es versben. És ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem hisz, én nem kárhoztatom azt, mert nem azért jöttem, hogy károsztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. Hogyan tartja meg a világot? Úgy, hogy a jó hírt elterjeszti az egész világon, és ez lesz bizonyságul minden népnek. És aki hisz, az állhatatos marad, és üdvözül a végén, a törvényekben jár. Honnan tudjuk, hogy ez az atya törvénye? Onnan, hogy elmondja, aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédimet. Mi volt az ő beszéde? Az ő beszéde az volt, ahogyan élt. Az ő cselekedete volt az, ami megmutatta nekünk az utat. Az pedig 100%-osan követte az atya utasításait. Miért? Azért, mert van annak, aki őt kárhoztas, az a beszéd, melyet szólottam, az kárhoztatja majd az utolsó napon. Amit ő szól, az a tanúbizonyság. Elmondja, hogy ez a tanúbizonyság az evangélium, és ez pedig az ő beszéde, ez az, ami kárhoztatja majd. Ugyanúgy, ahogy itt volt a törvénykönyv a láda mellett, hogy tanúbizonyság legyen az emberek cselekedeteiről és az ellen vagy mellett, ugyanaz, amit az új szövetségben mond a megváltó maga. Aki azt gondolja, hogy ez az ő beszédei, ez az ő saját parancsolatai, annak elmondja a 49-es versben, hogy ez nem így van. Mert én nem magamtól szóltam. Ez nem az ő parancsolata, hanem az atya, aki engem küldött, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.
az atya pedig nem változik, Malakiás 3.6, és az ő szava nem tér vissza hozzá üresen, ez pedig Ézsaiás 55.10. Tehát, ha ő nem változik, és a szava nem tér vissza, akkor ugyanazt mondta és parancsolta neki itt, mint amit a kezdetektől mondott nekik. Ez az a parancsolat, ez az a törvény, ami kárhoztatja majd a világot, és ez az, ami által megtartatik az, aki mindvégig állhatatos marad, azaz a törvények szerint jár. Aki nem, annak pedig bizonyságul lesz ez. Mindenkinek bizonyságul lesz, hiszen mindenki hallani fogja ezt. A jó hír. Ő parancsolta, hogy mit beszéljük. Én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Mi az ő parancsolata? Leírta már a Tanákban ezelőtt néhány ezer évvel, amikor a megváltó itt járt. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az atya mondotta vala nékem. Az atya nem változik, és az ő szava nem tér vissza hozzá üresen, tehát ugyanazt kellett, hogy parancsolja. A jó hír az, hogy az instrukciók szerinti élet hitből és szeretetből elvezeti az ember az üdvözüléshez. Azonban ugyanez a szó kárhoztatja azt, aki nem így él, és ez a szó, ez a parancsolat az atyától jön. Néhány hasznos verset felolvasni, ez példabeszédek 6-os fejezet, ugye Misli 6-os, 16-os így szól. E 6 dolgot gyűlöli Jahua, és 7 dolog utálat az ő lelkének. Érdemes megtanulni ezt a 6 dolgot, de legalábbis azt a helyet, ahol megtalálhatja az ember. Ezek a dolgok semmilyen körülmények közt nem kerülhetnek a teremtő színe elé. Kevés szemek, azaz a büszkeség, a hazug nyelv és az ártatlan vértontó kezek. Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, a hazugság lehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságot az atyafiak között. Ugye a hazugság kétszer szerepel benne, ami mindenki számára intő jel lehet, hogy Jahua gyűlöli a hazugságot és megveti azt, aki ezt cselekszi. Ez érthető is, hiszen az egész probléma, az emberiség egész problémája ezzel kezdődött. Ha visszaemlékszünk, 1 Mózes 3, az egész probléma hazugságból ered és abból fakad. Úgyhogy a hazug nyelv, a hamis tanú, az gyűlöletes Jahua előtt, és benne van abban a 7 dologban, amit ő nem fog elfogadni. Misli 14-es fejezet, 25-ös vers, lelkeket szabadít meg az igaz bizonyság. Mi az igaz bizonyság? Ez természetesen az ő szava és az a szerinti való élet. Az, aki a szerint él, és aki ahhoz tartja magát, az lelkeket szabadít meg. Ezért mondja, hogy a világ világossága az, aki úgy él, ahogy ő mondja, hiszen arra vezeti az embereket. Amellett, hogy természetesen úgy él, úgy beszél, és ha kell, akkor olyan bizonyságot tesz. Azonban a hazugságot szól, pedig az álnok. Az, aki gonosz, aki nem úgy él, az hazugságokat szól, és ezáltal lelkeket pusztít el. Ezért gyűlöli a hazugságot, hiszen az igaz bizonyság lelkeket szabadít meg, ebből következik, hogy a hazugság, illetve a hamis tanú, az lelkeket pusztít el. És ezt láthatjuk a világon gyakorlatilag mindenhol. Tudomány, a politika, az oktatás, illetve a média a legjobb példák erre. Hogyan pusztítja el a lelket a hazugság? Félrevezeti őket, elvezeti őket az igazságtól, és meggyőzi őket egy másik valóságról, ami nem létezik, és ezáltal eltereli az üdvösségtől a lelkeket. Ezért gyűlöli a hazugságot, illetve a hamis tanút. Ez a bizonyság egyébként éd, azaz tanú. Példabeszédek, Misli 19-es fejezet, 28-as vers, semmire való bizonyság csúfolja a törvényt, az igaztalanok szája elnyeli a gonoszságot. Ugye arról van szó, hogy a hazug tanú az a törvényt megveti, hiszen a törvényben benne van, hogy az ember ne szóljon hazugságot, ne tegyen hamis tanút, bizonyságot ne ártson, az ártatlannak, ne ártson a fele barátjának, ne ártson senkinek. És ezáltal ő csúfolja a törvényt, megveti azt, hiszen nem engedelmeskedik neki. Mindenki, aki azt mondja, hogy a törvény nincs, a törvény az átok, az rabság, a szolgaság, a törvény az Ószövetség, ő mind csúfolja a törvényt, hiszen
semmibe veszi azt, azonban itt egyértelműen a hamis tanúról van szó, a bizonyság, ez a szó tanú. Az igaztalanok szája elnyeli a gonoszságot, az pedig, aki hazugságot beszél, az igaztalan, ugye, aki nem a törvények szerint él, ez Ézékiel 18:20-21, az pedig elnyeli a gonoszságot, az egész egyszerűen az habzsolja ezt a fajta életmódot és ezt a fajta beszédet. Őneki ez semmi. Példabeszédek 24-28, ne légy bizonyság ok nélkül a te fele barátod ellen. Tehát ez ugye hamis tanúbizonyság magyarul, hiszen ha ok nélkül valaki tanúskodik, akkor nyilván hamisan tanúskodik. Ez megismétli azt a parancsolatot, amit ugye láthattunk a 10 parancsolatban, mind második Mózes, mind ötödik Mózesben, és újra figyelmeztet, hogy ne tedd ezt, amagy ámítanál én valakit a te ajkaidra, azaz becsapnál valakit a te beszédeddel, hazudnál-e valakinek. Hiszen ha bizonyság ok nélkül vagy, akkor becsapja az ember a fele barátját, vagy mást, és ez a törvény ellen való. Egy érdekes hasonlat Misli példabeszédek 25:18-ból: pöröly és kard és éles nyíl az olyan ember, aki hamis bizonyságot szól fele barátja ellen. Hiszen ugyanúgy megöli, vagyis megölheti és árt neki, mint bármely más fegyver. Ez az a dolog, ami miatt utálja Jahua és gyűlöli azt, aki ezt cselekszi, hiszen árt a fele barátjának épp úgy, mintha fizikálisan bántaná azt, hiszen kárt okoz neki, és megnehezíti az életét, és problémákat okoz neki azzal, hogy hamis bizonyságot szól. A hazugság és a hamis tanúbizonyság az gyűlöletes Jahua előtt, ez azt hiszem, hogy egyértelmű. Az elsődleges oka az, amit mindjárt meg is fogunk vizsgálni. Ez pedig a Hükanon, János 8-as fejezet 43-45-ig így szól. Miért nem értitek az én beszédemet? Mi volt az ő beszéde? Megvizsgáltuk, az ő beszéde az evangélium volt, ami mindenkinek hirdetni kellett, és ez a beszéd az atyától jött. Tehát ez a Tora, az instrukció szerinti élet üdvösséghez vezet, ez a jó ír. Mert nem hallgatjátok az én szómat, nem is figyeltek rám. Ez ugye a Husák Hamásiák, a megváltó. 44. Ti az ördög atyától valók vagytok, aki ugye Sötán, a sárkány, az ördög, az ellenség. És a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Ez ugye ahhoz a Jahudimhoz, zsidókhoz szólt, akik nem voltak hajlandók hinni neki, illetve mindenkinek, aki ma nem hajlandó hinni neki. Az emberölő volt a kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Ez ugye az ellenség. Az ellenség minden, ami a teremtő Jahua nem. Az ellentétje teljes mértékben. Nincsen benne igazság, és nem volt képes az igazságban élni. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug, és ha hazugság, atya. Tehát ezért gyűlöli Jahua a hazugságot, hiszen az ellenség maga a hazugság. Az ellenség minden, ami nem igaz. Egyetlen szava sem igaz. Ezért tudjuk azt, hogyha ő irányítja a világot, akkor az egész világon minden hazugság kell, hogy legyen, hiszen amikor hazugságot szól, az a sajátja. Ő így kommunikál. Ő egész egyszerűen nem tud igazat mondani, hiszen ez a természete. Ezért lett ő az ellenség, mert hazug, és ő a hazugság atya, ezért gyűlöli Jahua a hazugságot. A hazugság nem férhet meg a teremtővel, hiszen a teremtő maga az igazság. Így ő nem tud hazudni. Kiveti magából a hazugságot, ezért szólít fel arra ennyiszer, hogy ne. Valamint a másik probléma az, hogy aki ezt teszi, az ettől a karaktertől való. Hiszen ő a hazugság atya, aki hazudik, az magára ölti az ellenségnek a karakterét. 45. Mivel, hogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem. Ez mindenkire vonatkozik ma, aki nem hajlandó elfogadni azt, hogy a megváltó azért jött, hogy visszaállítsa a parancsolatokat, az instrukciókat, és az aszerinti élet vezet az üdvösséghez. Nem hisz az az ember neki, legalábbis a legtöbben, mivel, hogy ők a másik atyától való. Nem hajlandók az igazságot elfogadni. Akarva, akaratlanul, tudatosan vagy tudatlanságból, a lényeg azonban az, hogy a hazugság mindenképp az ellenségtől van, az igazság pedig az, amit Jehusá HaMásiák mondott és megmutatott nekünk. Aki nem hajlandó ezt elfogadni, az egy másik atyától való.
Matthew 15-ös fejezet, amit nagyon sokan félreértelmeznek, és az éterről arra asszociálnak, hogy az éterről van szó, egyáltalán nem erről van szó, nézzük, hogy mit is mond. 18, ez természetesen Yahusha HaMashiach. Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, azok fertőztetik meg az ember. Az ember beszéde az, ami az egyik mutatója annak, hogy kinél is van az ő szíve, hiszen a szívből származik az, ami a szájon át kijön. A gondolatok a szívből származnak, az elme, amit elmének hívunk, az az ember szívéből jön. Az, hogy milyen az ember szíve, azt elárulja az ember beszéde. Ez az, ami megfertőzteti az embert, hiszen elárulja azt, hogy mi is tartózkodik az ember elméjében, az ember szívében. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok. Mi a gonoszság? Ugye Ezékiel 18:20-21, a parancsolatok megszegése és a törvénytelenség. Gyilkosságok, házasságtörés, parázasság, lopás, hamis tanúbizonyság, káromlások. Ez mind az ember szívében lakik. Aki ilyeneket beszél, ezt cselekszi, az nem mondhatja azt, hogy ő a megváltónak az útját járja, illetve azt, hogy Jahuának a gyermeke. Ezek fertőztetik meg az embert. A mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert. Úgyhogy az ember beszéde árulja el az ember szívét, és a teremtő a szíveket vizsgálja, és ha az ember ilyen dolgokat cselekszik, akkor ő nem kerülhet az ember a teremtő szín elé. Természetesen megerősíti az úgymond 10 parancsolatot, Márk 10-es fejezetben, Jahusa pedig mondané ki, miért mondasz engem jónak, senki sem jó, csak egy az Elohim. Hogy lehetne akkor ő Elohim, mikor azt mondja, hogy ő nem jó? Ez a kettő különböző dologról van szó, illetve szeméről úgymond ebből is nagyszerűen kiderül. Nézzük a 19-es. A parancsolatokat tudod, feleleveníti a parancsolatokat, ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonságot ne tégy, kárt ne tégy, tiszteljed atyádat, anyádat. Ez a 10 parancsolat megerősítve az úgymond új szövetségben, Yahusha HaMashiach által. A hamis tanúbizonyság azért is gyűlöletes, hiszen ez volt az egyik oka annak, hogy a megváltó végül is a kivégzés sorsára jutott, ez Márk 14:55. A főpapok pedig és az egész tanács bizonyságot keresnek vala Yahusha ellen. Bizonyság ugye tanúbizonyság, hogy megölhessék őt, de nem találának vala. Aki ismeri a páska történetét és a páska jelentőségét, az rájön arra, hogy a páska bárányt ugyanígy vizsgálják 3 napig, hogy találjanak benne valami hibát, mielőtt feláldozzák. Erről van szó, itt is ennek meg kellett történnie, hiszen ő volt az áldozati bárány, ezért vizsgálták, azonban nem találnak benne hibát. Mert sokan tesznek valahogyan hamis tanúbizonyságokat, de a bizonyságtételek nem valának megegyezők. Hamis tanúbizonyságot tettek az emberek, azonban még a hazugságot sem tudták összeegyeztetni. Némelyek fölkelének, és hamis tanúbizonyságot tűnek ellene mondván, mi hallottuk, mikor ezt mondá, én lerontom ezt a kézzel csinált templomot, és 3 nap alatt mást építek, amely nem kézzel csináltott, de még így sem vala egyező az ő bizonyságtételük. A hamis tanú volt az egyik oka annak, hogy Yahusha a kivégzés sorsára jutott, és ezért is egy útállatosság. Látjuk azt, hogy mi a következménye annak, hogyha az ember hamisan tanúskodik. És ez az egyik jelentősége. Érdekes Tehelém Zsoltárok 101-es fejezetben a 6-os 7-es vers, amelyik így szól. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak. Kik a föld hűségesei vajon? Ez ugye Yahuwah beszél. Természetesen azok, akik a parancsolatok szerint élnek. Hogy másképp lehetne az ember hűséges? Ők lakoznak majd mellette. A tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Mi a tökéletesség útja? Tehelim 119:30-as, az igazság útját választottam, a te ítéleteid forognak előttem ragaszkodni, te bizonyságaidhoz, a te parancsolataidnak útján járok, te rendeléseidnek útjára lépek, megőrzöm a te törvényedet. Az ő ítéletei, bizonyságai, parancsolatai, rendelései, törvényei az igazság útja. Ez a tökéletesség útja. Aki ezen jár, az szolgálja őt, és az lakik vele. Ki az, aki nem? Nem lakozik az én házamban, aki csalárdságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt.
aki hazugságot szól, vagy hamis tanúbizonyságot tesz, az nem lesz képes az ő házában lakni. Azt nem fog megállni az ő személy előtt. A bármi, ami nem a tökéletesség útja, az nem lakhat az ő házában, és nem állhat meg az ő személy előtt. Erre figyelmeztet lépten nyomon. Pedig az ő háza az minden nép számára nyitva van, azonban látjuk, hogy kik azok, akik nem lakozhatnak az ő házában. Ézsaiás és Jáhu 56-os fejezet 7-es vers így ír. Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában, ez az ő háza. Egészen égő és véres áldozatai kedvesek lesznek az oltáramon, mert a házam imádság házának hivatik minden népek számára. Ez a ház minden népek számára nyitva van. És így szól Jahó Elohim, aki összegyűjti Jezreel, Izrael elszínett fiait, még gyűjtök ő hozzá az ő egybegyűjtötteihez, tehát minden nép hivatalos ebbe a házba, és minden nép ott lehet. Láttuk azt, hogy kik nem. Azonban ugyanebben a fejezetben leírja, hogy kik nem. Így szól Jahó, őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjétek az igazságot. Mi az igazság útja, az előbb néztük meg. Törvény, parancsolat, bizonyság, és végzés, és ítélet. Mert közel van a szabadításom, hogy eljön az igazságom, hogy megjelenjék. Boldog ember, aki ezt cselekszi, és az emberfia, aki ragaszkodik ahhoz. Ki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonosz ne tenye. Ezek azok az emberek, akik eljutnak majd ebbe az imádságházába, aki minden népek számára készíteti. Aki esetleg nem ismerős Ézsaiás 56-os fejezetben, annak nagyon ajánlom, hogy olvass el, ugyanis nagyszerű információt nyújt. Remélem mindenki észben tartja azt, hogy mi a gonosz, és mi az igazság, ugyanis Saul ugyanerről írt Timóteushoz írt első levelének 4. fejezetében így szó. A lélek, a ruach pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől. Az utolsó idő az Jahusha Hamásiák idejétől mostanáig kezdődött. Az utolsó 3 nap az a 3000 év, illetve 2 és a királyság az 1000 év, ez az utolsó idő. Némelyek elszakadnak a hittől. Mi a hit? A hit cselekedetekben nyilvánul meg, az igaz ember hitből él, ez Habakuk 2.4, illetve Jakab 2. fejezet. Hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezve. Mi a gonosz? Ugye láttuk Ézékiel 18.20.21, hogy a gonosz az minden, ami a törvények ellen szól. Mindenki, aki a törvények ellen tanít, az gonosz lelkek és hitető lelkeknek minősül. Erről beszél itt Saul. Nem az a hitető lélek, aki azt mondja, hogy a törvények szerint kellene élni a megváltó hitében. Hogy lehetne az gonosz, aki a törvényekre tanítja az embert, vagy arra hívja fel a figyelmet, hogy a törvényeket tartsa. Mindenki, aki az ellen beszél, az mind gonosz lélek. Erről szól a gonoszság. Olvassátok el Ezékiel 18.20.21-et, és kiderül, hogy mi a gonoszság. Hazug beszédűeknek képmutatása által. Hazug a beszédük, hiszen nem az igazságot szólják. Mi az igazság? Az igazság, ott előbb néztük meg Zsoltárok 30-34, kiderül mindenki számára. A hazug beszéd, a törvények, az instrukciók, a Tora ellenére van. A hazug beszédűek képmutatása által ezek az emberek elszakadnak a hittől, kik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben, akik nem is akarnak hallgatni az igazságot, akik azt akarják hallani, hogy úgy élünk, ahogy akarunk, hogy azt eszünk, amit akarunk, hogy lehet karácsonyozni, vasárnap kocsit mosni, és a többi, és a többi. Az ember döntése az, hiszen meg van bélyegezve azáltal. Remélem, hogy nyilvánvaló az, hogy a gonosz lelkek tanítása mit jelent, ehhez tudni kell azt, hogy mi a gonosz, ezt egyszerűen meg lehet nézni, ez Ézékiel 18.20.21. A hazug beszédűek képmutatása vezeti ezeket az embereket el a hittől, ezért gyűlöli Jahú a hazugságot és a hamis tanút, hiszen elvezeti az embert a hittől, és elvezeti az embert a pusztulásba. Ezek meg vannak bélyegezve, ezek az emberek, a saját lelkiismeretük az, ami megbélyegzi őket. Az, amiket tesznek, az által vannak megbélyegezve, akik hazudnak. Végezetül bemutatnék nagyon röviden egy nagyszerű történetet, ami mutatja azt, hogy hogyan is működik a hamis tanú, és miért is utálja Jahó azt, és mi a következménye annak. Ez pedig első királyok,
Malachim Alef 21-es fejezet, természetesen Jézabel és Nábot, illetve Ahab története. Ezt is történt ezek után, hogy a Jezreelbeli Nábotnak egy szőlője volt Jezreelben, Ahabnak, Samaria királynak háza mellett. Ugye a lényeg az, hogy Ahab akarta ezt a szőlőt, és azt mondta, hogy bármit megad érte, amennyiben Nábot neki adja. A hármas, és felele Nábot Ahabnak, Elohim őrizzen, hogy néked adjam az én atyáimtól maradt örökséget. Azaz, ez Nábot öröksége volt, és ezt nem volt hajlandó megválni ettől, hiszen nem is válhatott meg, hiszen ez egy törvény volt, hogy az emberek nem adhatják, vehetik csak úgy az örökségüket. Tehát Nábot a törvény szerint akart élni, és ezért ellenállt Ahabnak. Ahab nagyon szomorú lett, és szánalmas módon viselkedett végül, és a lényeg az, hogy Jézabel ezt kérdezi. Miért háborodott meg a te szíved, és kenyeret nem eszel? Ugye elmagyarázza neki, hogy Nábot nem akarja odaadni neki semmilyen körülmények közt azt a szőlőt, és ez a probléma forrása. Heteses, akkor mondanék ki Jézabel az ő felesége. Te bírod én most Izrael királyságát, kelj fel, egyél kenyeret, és a te szíved örvendezen, én majd néked adom a Jezreelbeli Nábot szőlőjét. Ugye arról beszél, hogy te vagy a király, majd én elintézem, hogy tied legyen a szőlő. Mit csinál Jézabel, 8-as vers? És levelet írt Ahab nevével, amelyet megpecsételt az ő gyűrűjével. Azaz, már azzal, amit csinál most, hazudik, ugyanis más nevével ír, és más gyűrűjével pecsételi le azt, azaz másnak adja ki magát. Ez az első hazugság. Elküldi azt a levelet a véneknek, a főembereknek, akik Nábottal egy városban laknak. És a levélben ezt írta. Hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábotot a nép élére. Azaz, tegyétek ki a nép elé Nábotot, és ültessetek vele szemben két igaztalan embert, két hamis tanút. Aki tanúbizonyságot tegyenek ő ellene mondván, megszidalmaztad Elohimet és a királyt, azután vigyétek ki és kövezzétek meg őt, hogy meghalljon. Azután arra szólítja fel az embereket Ahab nevében, az ő gyűrűjével, az ő hatalmában, hogy hamis tanukat szerezzenek Nábot ellen, akik majd azt mondják, hogy káromolta Elohim nevét és a királyt, és ezért halálra büntessék, és meg is öljék. A vének pedig ezt megtették, úgy, ahogy a Jézabel megírta. Két igaztalan ember leült vele szemben, és tanúbizonyságot tettek, ez igaztalan emberek Nábot ellen, a nép előtt mondván megszidalmazta Nábotot, Elohimet és a királyt, kivivék azért őt a városból, megkövezik és meghal. Tehát Jézabel, amit tett, egyrészt hazudott más nevében, másrészt arra szólította fel az embereket, ezáltal ugye a vének és a bírók hazudtak, hiszen két hamis tanút elfogadtak, a két hamis tanú hazudott, és ezért meghalt egy ártatlan ember. Ezután megizenék Jézabel, mondván megkövesztett Nábot, és meghalt. És ezután ugye meghalt Nábot, ahogy megkövezték. Azonban ezzel nincs vége a történetnek, Ahab elfoglalja ezt a területet, és ugye utána elveszi ezt gyakorlatilag Nábot örökségét ezzel a hazugsággal, csalással, hamis tanúzással és egyéb gonoszságok által. Nézzük meg, hogy mi ennek a következménye. És szólj néki, ez ugye Illésnek mondja, Eliahu-nak mondja Jahua. Így szól Jahua, nem de megölted és nem de el is foglaltad. Ez ugye a földről beszélés Nábotra. És szólj néki mondván, ezt mondja Jahua, ugyanazon a helyen, ahol felnyalták az ebek Nábot vérét, ebek nyalják fel a te véredet is. Ugyanis az ártatlan ember vérét csak a bűnösnek a vérével lehet megváltani. 21-es azonban tovább megy. Ímé, ezt mondja Jahua, veszedelmet hozok rád, és elvesztem a te maradékaidat, és kigyomlálom Ahabnak még az ebét is, és berekeztettet, és elhagyottat Izraelben. És olyanná teszem a te házat, mint Jeroboámnak, a Nébát fiának házát, és mint Básának, az Ahia fiának házát, azért, amiért haragra ingerlettél engem, és amiért bűnbe ejtetted Izraelt. Tehát azzal, amit tett,
Bűnbe sodort az egész közösséget azáltal, hogy hazudott más nevében, hamis tanúbizonyságot tett, ártatlan ember halt meg emiatt. Az egész népet bűnbe ejtette, nem hogy őt megöli, hanem az egész maradékát ki fogja ezért írtani. Jézabel felől is szól a Jahó mondván, az ebek eszik meg Jézabelt Jezreel kőfala előtt. Azt, aki Áháb házából a városban hal meg, az ebek eszik, azt, aki a mezőben hal meg, az égi madarak eszik meg. És ez mind annak a következménye, amit Áháb és Jézabel tett azért, hogy megszerezzen egy földterületet. Úgyhogy a hamis tanúbizonyság, a hazugság az Jahó előtt nem áll meg, és ő gyűlöli ezt az egészet. Nézzük azonban, hogy mit tett Áháb, mert tanulságos lehet mindenki számára. 27. Lőn pedig, mikor meghallotta Áháb beszédeket, megszaggatá ruháit, zsákba öltözék, böjtöle, és zsákban hála és nagy alázatossággal jár vala. Azaz elismerte azt, hogy ő bűnt követett el, és megtért. Szóla ezért Jahú a testbétes Illésnek mondva. Nem láttad-e, hogy Áháb hogyan megalázta magát előttem? Mivel hogy pedig megalázta magát előttem, nem hozom rá a veszedelmet az ő életében, az ő fiai idejében hozom el a veszedelmet az ő házára. Tehát Jahua értékelte azt, amit Ahab tett, és hajlandó volt a büntetését ezzel mérsékelni, hogy ő már nem lesz tanúja annak, ahogyan az egész maradékát kiírja a föld színéről. Szóval van visszaút, azonban nem, mindenképpen van büntetés. Büntetés mindenképpen van. Láttuk azt is, hogy mi a büntetés, látjuk azt is most, hogy mi a büntetés. Azonban a lényeg az, hogy ahogy mondta, hogy fogad fogért, szemet szemért, fogad fogért, ahol Nábotnak a vérét felnyaltak kutyák, ott fogják az övét is, ugyanaz a sorsa, amit a másik ellen tett. Zsoltárok 119, 111, 118, így szól, segély, azaz segíts meg, ez Dávid imádkozik Jahuához, hogy megmaradjak és gyönyörködjem a te rendeléseidben szüntelen. Ha ő azt kéri, hogy segítse a teremtő ahhoz, hogy a Tora instrukciók szerint tudjon élni, akkor miért gondolja bárki is azt ma, hogy ez egy probléma lenne? Ez érthetetlen. Nézzük meg a 118. Megtapadod mindazokat, akik rendeléseitől elhajolnak, mert az ő álnokságuk hazugság. Mindaz, aki nem a rendelések szerint él, az gonosznak minősül, és hazugnak. És ez így volt akkor, kezdetekkor, így van most is, és így lesz mindörökké, ahol nincs törvény, ott nincsen rend, ott káosz van. A Teremtő birodalmában törvény van, és mindenki engedelmeskedik ennek, vagy pedig vállalja a következményét. Erről szól az összes vers. A hazugság pedig egy gyűlöletes dolog számára. Zsoltárok 144, 7-es, 8-as versen fogjuk befejezni, és annyit mondanék csak, hogy minden kapcsolat, amelyik gyümölcsöző, hosszú távon működőképes, és hasznos mindkét fél számára, a szabályrendszerre épül. Nincsen olyan kapcsolat a világon, amiben nincsen szabály. Vagy az nem működik. Ilyen kapcsolatból rengeteg van a világon. Olyan, ami működik, és szabályok nélkül működik, olyan egyetlen egy darab sincsen, mivel az nem létezik. Hogy is képzelheti az ember, hogy eltörli a törvényeket, és engedi, hogy mindenki menjen a maga feje után, azután, hogy mi az, amit ő neki a lélek megsúgott, vagy mi az, amit ő jónak gondol. Ilyen nem létezik. És érdemes azt is észrevenni, hogy már megköveteli azt, hogy féljék, az egész kapcsolat a szeretetre épül, és ő segíti azt, aki az ő útján jár. Így szól 7-es vers. Nyújtsd le kezeit a magasból, ragadj ki, és ments meg engem a nagy vizekből, az idegen fiak kezéből. A nagy víz az a népek, a világ, és az idegen fiak azok, akik a törvény ellen élnek, akiknek szájuk hazugságot beszél, és jobb kezük a hamisság jobb keze. Nem véletlen az, hogy a fenevad bélyege az a homlok és a jobb kéz. Hiszen az, aki hazugságot beszél, annak a cselekedetei olyanok lesznek. A jobb kéz pedig a cselekedeteket reprezentálja. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt.
Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!